Ez a videó csak is oktatási céllal jött létre, nem minősül semmilyen befektetési tanácsnak. Kérlek, olvasd el a teljes kockázati figyelmeztetést, mielőtt megnézed ezt a videót. Üdvözlök mindenkit az ELTE piaci körkében, június 10-e hétfő van, és ahogy várható volt, a múlt hét nem szólt másról, csak a csapkodásról, nem igazán voltak jó kereskedési lehetőségek, ami volt esetleg egy-két ilyen felpattanás, és utána nagy bezuhánás, ezek ilyen rövid távú kereskedések voltak, de igazából ilyenkor érdemes elengedni a hetet, mert amikor NFP hét van, és igazából nem történik semmi, akkor nem szabad erőltetni a kereskedést, ha nincsenek irányok, akkor az árfolyamok nem fognak időben elindulni, és tulajdonképpen ez történt a múlt héten is. Aki azért akart napon belül kereskedni, azt talált egy-két lehetőséget, viszont ilyenkor nagyon gyorsan kell zárni a pozíciókat, mert ami egyik nap felment, a másik nap le is jött, úgyhogy ilyenkor nagyon veszélyes és sokkal kockázatosabb a kereskedés. Szinte egészen a hétvégén nem lehetett tudni, hogy mik lesznek az irányok, de azért a hetes gyertyák lezártak, úgyhogy nagyjából ki fog derülni, hogy merre mennek tovább az árfolyamok, ezt fogjuk hamarosan kideríteni, de szokás szerint előbb ugye a Forex Factory oldalán kezdünk, gyorsan átnézzük a híreket, hogy mely párokra lesz érdemes figyelni, és aztán átmegyünk a chartokra, megnézzük, hogy zártak a hetes gyertyák, így a folytatás következik a Forex Factory oldalán. És már itt is vagyunk a fontosabb hírek oldalán, hogy általában a hétfő napon ritkán találkozunk kiemelt hírrel, ez most sincs másképp, így nincs sok értelme itt időzni. A nagy kérdés csak az, hogy a múlt heti hangulat mennyire fog tovább folytatódni itt a hétfői napon, ez a nap végére ki fog derülni. Így már lapozok is tovább a keddi napra, ahol egy kiemelt hírrel találkozunk, a délelőtti órákban GBP párokon lesz egy kiemelt hírünk, igazából a nap hátralévő részében nem lesznek fontosabb hírek. Tovább haladva a szerdai napra viszont már sokkal izgalmasabbnak tűnik, a délelőtti órákban GBP párokon lesz egy fontosabb GDP adat, és aztán az esti órákban pedig ugye kamat döntésünk lesz, viszont előtte még azért lesz CPI adat szintén dollárpárokon, úgyhogy itt a délutáni órák és az esti órák elég izgalmasak lehetnek, meglátjuk, hogy a kamat döntés milyen irányú elmozdulásokat hoznak majd. És a hét utolsó napján sem maradunk kiemelt hírek nélkül, a hajnali órákban Japánból jönnek fontosabb adatok, és aztán a délutáni órákban lesz még egy kiemelt hírünk dollárpárokon. Tehát a hét második fele elég izgalmasnak ígérkezik, lesz több fontosabb hírünk is, úgyhogy mindenképp érdemes lesz figyelni, és hát ha esetleg lesznek jó belépések is itt a hétvégi gyertyazárások után. Tehát ez a hét is mozgalmasnak ígérkezik, legalábbis hírek tekintetében, majd meglátjuk, hogy belépés szempontjából mennyire lesz izgalmas, ezt fogjuk hamarosan kideríteni, ezért át is megyünk a chartokra, megnézzük, hogy zártak a múlt heti hetes gyertyák, így a folytatás következik az X-Station felületén. És már itt is vagyunk az USA dollárindex 7-es gyertyán, a múlt heti gyertya egyértelműen mutatja, hogy merre akar menni az árfolyam. Tulajdonképpen nem történt nagy változás, egyszerűen csak egy áttört szintet tesztelt vissza az árfolyam, tehát a magasabb csúcsok és a magasabb mélypontok egyelőre tartják magukat, ami azt jelenti, hogy a trendirány nem változott. A nagy kérdés csak az, hogy itt a hetes szint környékén, itt a trendvonal zónájában mi fog történni, visszateszt után esetleg ebből lesz egy dupla csúcs, és jövünk tovább lefelé, vagy pedig esetleg megyünk tovább felfelé, és megcsináljuk első körben a tavalyi év legmagasabb pontját, és itt van még egy fontos havi szintünk is, ahova felérkezhet az árfolyam. Tehát egyelőre rövid távon mindenképp dollár erősödésre számítunk, és majd a nagy kérdés az, hogy itt a hetes szintnél mi fog történni, nagy lendülete át tudja vinni, és folytatja az útját tovább felfelé, vagy esetleg itt megtorpan és újra lefordul az árfolyam, és itt fog pattogni egy jó darabig, míg aztán kiderül, hogy mi lesz a hosszabb távú irány. Tehát egyelőre türelmesen várunk, és amíg fel nem érkezik az árfolyam a hetes szintig, addig különösebben nem kell ezen gondolkozni, tehát rövid távon felfelé várjuk az árfolyamot, és majd itt a szintnél kiderül, hogy lesz egy kis csapkodás előtte, mielőtt esetleg kiderül, hogy jövünk lefelé, vagy megyünk tovább felfelé. Így nem is időznék itt tovább, szokás szerint dollár, japán és CHF párokkal kezdünk, úgyhogy vágjunk is bele. Dollár párokkal kezdünk, így szokás szerint az első párunk GBP-USD. Itt egyre az látszik, hogy a múlt heti gyertya sem tudta átvinni ezt a fontos hetes szintet. Egyrészt ugye van egy trendvonal zóna, és van egy fontos tavalyi év legmagasabb gyertyának a hetes szintje. Itt már háromszor próbálkozott az árfolyam, és egyelőre nem tudja átvinni. Ugye amire érdemes figyelni, hogy itt van egy fontos havi szintünk is, tehát most még egyelőre be van szorulva az árfolyam a hetes és a havi szint közé. A nagy kérdés csak az, hogy mekkora lesz majd a visszateszt, tudunk esetleg a szint felett maradni, tehát a havi szint felett maradni, vagy pedig újra visszajövünk a szintek alá, és visszatesztelhetjük akár ezt a hetes szintünket. Ugye most itt is van egy lejövet utáni első lábunk, nagyon szépen megcsinálta a szintet, és itt fog eldőlni, hogy mekkora lesz a visszatesz, maradunk a szint felett, a havi szint felett, vagy akár visszajövünk erre a hetes szintre is, akkor ennek is, ennek a lejövetelnek is ugye meg lesz az első lába, meg lesz a második, és ha tartósan esetleg nem esik be itt az árfolyam, akkor itt még ebből a hold zónából való kitörés után jöhet egy nagyobb menet később felfelé. Tehát most egyelőre úgy tűnik, hogy jönnek a visszatesztek a dollárpárokon, hogy milyen mélyek lesznek, ez majd kiderül.
Sok függ attól is, hogy a héten kívül kamat döntés tulajdonképpen milyen irányú elmozdulásokat hoznak, és mennyire heves mozgásokat majd, úgyhogy ezt meg kell várnunk. Itt ugye volt egy kötésem, nagyon szépen elindult az árfolyam itt a hetes szint környékén, megcsinálta a céláramat, nem tudott tovább menni, így jobbnak láttam kilépni. Tehát egyelőre ezen a páron nem kell kereskedni, túl közel vannak a szintek, megvárnám, hogy mekkora lesz a visszateszt, és ha majd lesz fordulós gyertya, akkor esetleg folytathatja az útját tovább felfelé, addig viszont megyünk tovább, euró USA dollárra a következő. Itt viszont rendesen beszakadt a múlt heti híreknek köszönhetően, tehát tartósan nem tudott a havi szint felett maradni a zárfolyam, és ez a mai nyitás, ez a gap, ez tulajdonképpen valószínűleg a parlamenti választásoknak az eredményét tükrözi. Egyelőre beszakadt az árfolyam, semmi más nem történik, áttörtünk egy trendvonalat, annak a visszatesztje zajlik, a nagy kérdés csak az, hogy esetleg lejövünk-e, esetleg egész a hetes szintig, de akkor még mindig ugye nem történt más, csak csinálja a dolgát az árfolyam, megcsináltott tulajdonképpen az első lábnak. Tehát ugye van egy nagy lejövetelünk, ennek az első lába az tulajdonképpen ilyen 61-76 környéke lenne, ha idáig feljött volna az árfolyam. Tehát egy ABCD alakzatban visszateszt után, ha ez a mélypont nem esik el, akkor további folytatás jöhet. Tehát egyelőre most úgy néz ki, hogy elindultak a korrekciók, ezt meg kell várni, és majd a folytatásban, ha lesz egy szép kis fordulós gyertya, akkor újra irányba állunk, akkor át tudjuk mozgatni majd a trendvonalunkat ide, és itt fog eldőlni, hogy beesik az árfolyam, megyünk tovább lefelé, ha pedig a szint felett maradunk, akkor előbb-utóbb az oldalazásból újra kitörhet az árfolyam felfelé. Ugye itt sem történt más, mint a nagy emelkedés után felérkezett az árfolyam egy fontos szintre, itt az emberek elrakták a profitot, beesett az árfolyam, csinálja a korrekciót, ami nekünk ugye egy diszkontárat jelent, és hogyha esetleg ez a mélypont nem esik el, akkor a fordulás után egy pár hét múlva lehet további emelkedés újra, de ezt meg kell várni, úgyhogy egyelőre a dollárpárokon nem kell nagyon kereskedni most. És ez nincs másképp az NZD-USD csártyán is. Ugye múlt héten arról beszéltem, hogy várnék még egy felszúrást, nézzük meg, gyönyörűen megcsinálta itt a trendvonal zónájába. Tehát mindig ezeket a kanócos gyertyákat keresem, ami azt jelenti, hogy egy heves mozgással csinál egy fals kitörést, majd utána visszarántják az árfolyamot, mert felérkeztünk egy fontos szintre, itt jöhet egy kis oldalazás, vagy akár egy heves mozgással egy visszateszt, akár a héten kívül dollárhíreknek köszönhetően. Tehát ezért kell megvárni ezeket a heves mozgásokat, ezeket a kanócos gyertyákat, nézzük meg, minden egyes fordulást jelez tulajdonképpen egy kanócos gyertya, hogy hol indulhat el az árfolyam akár lefelé, vagy akár felfelé, teljesen mindegy, hogy mennyit megyek vissza az időben, mindig megtalálom ezeket a gyertyákat, ezek jelzik a fordulásokat, ilyen egyszerű. És aki a hetes csárton ezeket a fordulásokat nem várja meg, és idő előtt elkezd kereskedni, az viszont veszteni fog, meg kell várni mindig ezeket a jelzéseket, ezeket a heves mozgásokat, ez jelzi, hogy jöhet rövid távú fordulás, akár visszatesz, tehát mindenképp meg kell várni ezeket a jelzéseket a hetes csárton, és csak utána érdemes lemenni a kisebb idősíkra. Itt, amikor 3 héten keresztül nem történik semmi, itt teljesen felesleges addig a kisebb idősíkra menni, amíg ezek a gyertyajelzések itt a hetes csárton meg nem jelennek. Itt ugye most be lehetne húzni ennek a szintjét, és hogyha esetleg ez sérül lefelé, akkor rövid távon akár jöhet egy lejtmenet. Én ezeket nem nagyon szeretem kereskedni, mert ezek nagyon nehezen kereskedhetőek, kicsi a távolság, nagy stopot kell használni, tehát erre a lányban nem éri meg, nekem mindig a trendirányú elmozdulás éri meg, ahol a nagyobb elmozdulások jönnek, ezt viszont türelmesen ki kell várni. Tehát egyelőre itt sem kell nagyon belépőt keresni, és akkor utolsó dollárpárként ausztrál dollár, USA dollár. Itt is elindult a folyamatunk, ugye áttörtünk egy fontos havi szintet, nézzük csak meg, és még ennek a visszatesztje zajlik. Ugye mindig erről beszélek, hogy nézzük meg, egy hány hétnek kell eltennie, vagy akár hány hónapnak, mire megcsinálja ezeket a visszateszteket, és a visszatesztekből való elindulásokat keresem. Tehát én mindig a fordulást keresem, ahol fordul az árfolyam, és ott szeretek időben belépni, mert így tudok nagyobb meneteket elcsípni. Viszont ezeknek idő kell, hogy ezek kialakuljanak. Itt 4-7 oldalazás megvolt, majd szépen fogta magát a hírnek köszönhetően, elindult a visszateszt, megcsinálja a visszateszteket, itt megint megpihelt egy kicsit az árfolyam, kialakítja a fordulós gyertyát, és majd úgy lesz belőle egy kereskedés. És ebben a szakaszban itt biztos, hogy nem érdemes kereskedni, mert nincs mit. Tehát egyelőre megalapíthatjuk, hogy a dollárpárok felejtősek, ugye a kamat döntés azért hozhat még hevesebb mozgásokat, ami annyit jelentett, hogy forgalmat generál, ezáltal ezek az esések gyorsabban lejöhetnek, gyorsabban végződhetnek, úgyhogy mindenki meg kell várni a hetet ezeken a párokon, így megyünk tovább és keresünk a további lehetőségeket. Így megyünk is tovább a japán párokkal, USA dollár japán. Itt is egyelőre arról beszéltem ugye a múlt héten is, hogy továbbra is felfelé várom az árfolyamot. Itt a múlt héten volt egy kis visszateszt, semmi más nem történt, mint a lejövetel után megcsinálta az első lábat, itt volt egy kis visszateszt, megcsinálta a második lábat, és tulajdonképpen tovább folytatja az útját felfelé. Itt nagyon kicsi távolság van már a célárig, és igazából nagyobb stopot kéne használni, tehát erre arány szempontjából sem lenne egy jó belépési lehetőség. Az ilyen instant báron belül kereskedéseket nem preferálom, én az ilyen kereskedéseket szeretem, amikor a nagyobb menetek elindulnak, megvannak a fordulások, és van hely bőven felfelé.
A következő párunk a GBP Japánja. Itt ugye már fel is érkezett az árfolyam, ugye ennek az Inside Bar-nak a legmagasabb gyertyájára kialakított egy utolsó legmagasabb gyertyát, és tulajdonképpen most már több hete itt pihengett az árfolyam. Tehát mindig ez történik, lejön az árfolyam, megpihen, megvan a fordulós gyertya, utána megy tovább felfelé, ha elérte a szintet, akkor jön egy újabb megpihenős időszak, és akkor több hétig nem megy sem el az árfolyam, nem tud újabb legmagasabb pontra menni, akkor jönnek ezek a megpihenős időszakok, ilyenkor nem kell kereskedni ezeken a párokon. Így belapozok is tovább, a következő párunk Euró-Japánjen. Itt is ugye szinte majdnem, hogy felérkeztünk már erre a szintre, még ezt nem szúrta meg, tehát egyelőre a visszateszt után továbbra is itt várnék egy felpattanás, még egy felszúrás, úgyhogy amíg ez nem történik meg, ezen a páron sem kereskednék. Ha megnézzük az NZD-Japánjent, itt is ugye most már több hete pihengett az árfolyam, kialakított az utolsó legmagasabb gyertyát, és több hete tulajdonképpen itt sem történt semmi, tehát ilyenkor teljesen felesleges ezeken a párakon kereskedni. És ha megnézzük az ausztrál dollár japánt, akkor pedig ott is az történt, hogy felérkezett az árfolyam erre a szintre, és innen le is fordult. Nyilván itt még jöhet egy kis csapkodás, lehet, hogy egy picit még visszaszúr, de amíg tartósan, szignifikánsan ezek az előző csúcsok nem sérülnek, nem lesz egy mélyebb visszatesz, addig a japán párokon biztos, hogy nem kereskednék már. Ennyit a japán párokról, megyünk tovább a CHF párokra, és a dollár CHF-fel kezdünk. Itt is ugye nagyon szépen a múlt heti híreknek köszönhetően leszúrt az árfolyam, tehát elindult egy visszateszt, erről a fontos hetes szintről, a tavalyi évnek a hetes szintjéről fordult le az árfolyam, tehát itt is várnék egy mélyebb visszatesztet, akár visszatesztelheti ezt a havi szintünket, és utána esetleg innen jöhet egy fordulás, és mehetünk tovább felfelé. Meg kell várnunk, hogy mi fog történni itt a szintek között, hogyha itt lejönne az árfolyam idáig, akkor ugye a hetes és a havi szint között lenne akkora távolság, amit már esetleg érdemes lenne kereskedni, de akár az is benne van, hogy itt esetleg jön egy fordulós gyertya, nem jövünk mélyebben le, itt kialakul a héten mondjuk egy fordulós gyertya, és utána esetleg folytatja az útját tovább felfelé, mivel ugye haviszintől haviszintig is kereskedünk, tehát ezek csak visszatesztek egyelőre, és a szinteket így vagy úgy nem meg fogja csinálni, csak kellenek ugye a fordulások hozzá. Ha itt esetleg a héten lenne egy fordulós gyertya, akkor jelezhetné, hogy újra mehetünk tovább felfelé, és akár használhatnánk ezt a hetes szintünket is. Ugye van egy korábbi, ahol felérkezett az árfolyam, mivel innen indultunk, tehát ez volt az elsődleges célár. Közben ugye az emelkedés kialakított egy utolsó legmagasabb gyertyát, ezt a kis piros gyertyát, ha ennek a szintjét behúzom, és láthatjuk, hogy esetleg nem sérült szignifikánsan ez lefelé, mondjuk ezen a héten visszazárna a szint fölé, akkor jó eséllyel mehetünk itt is tovább felfelé, akkor ez csak egy szűk visszateszt volt, és folytathatja tovább az útját felfelé, úgyhogy meg kell várnunk, hogy a hét hogy zár. A jó belépés egyelőre itt is várat magára, így megyünk tovább, GBP-CHF a következő. Itt ugye nagy emelkedés után felérkeztünk egy fontos szintre, majd onnan egy heves mozgással lefordult az árfolyam, és most tulajdonképpen visszatesztelte az áttört havi szintünket, és itt van egy előző csúcs is, amit áttörtünk, tehát ezek azok a bizonyos visszatesztek, diszkontárak, amit mindig keresek, ugye csúcs völgyelemzés, magasabb csúcsok, magasabb mélypontok, és amíg ezek a mélypontok nem esnek el, meg ez a fontos havi szintünk, addig van remény, viszont itt a szint környékén még jöhet csapkodás, leszúrás, mielőtt esetleg kiderül, hogy tartósan a szint fölött tud-e maradni az árfolyam, lesz esetleg egy szép zöld fordulós gyertya, mert akkor rövid távon ugye a két szint közötti távolságot lehet kereskedni, és ha majd ezt át tudja vinni, akkor lesz igazán hosszú távú folyamat, tehát akkor fog folytatódni a trend, ha már az előző csúcs is sérült, és utána ezekből lesznek a trendirányú elmozdulások, addig viszont egy kereskedési sávban vagyunk, tehát egy oldalazó szakaszban. Kereskedünk ezen a pára sem kell egyelőre, így megyünk tovább, Euró CHF a következő. Itt is rendesen beszakadt az árfolyam, felérkeztünk egy fontos FIBO szintre. Itt volt egy utolsó legmagasabb hetes gyertyánk, ez a múlt heti híreknek köszönhetően sérült lefelé, de egyelőre semmi más nem történik, mint ugye volt egy fontos nyakvonalunk, egy előző csúcs, amit áttört az árfolyam, és tulajdonképpen ennek a visszatesztje zajlik. Gyakran előfordul, hogy kicsit mélyebben visszajön az árfolyam, mint ahogy a szint van, és utána megcsinálja a kis csapkodását, leszúrít az árfolyam, kialakítja az utolsó legmélyebb hetes gyertyát, behúzzuk a szintjét, és amikor ez sérül felfelé, akkor bizony lehet újra felfelé gondolkozni. Így itt is türelmesen meg kell várni, hogy befejeződjön az esés, megjönnek a fordulások, és csak utána lesz belőle jó belépés, ez viszont akár még több hét lehet, mire ebből esetleg kialakul egy jó kereskedés, így megyünk tovább, NCD CHF a következő. Itt is ugye nagyon szépen megcsinálta a FIBO 50-et, lefordult az árfolyam, és tulajdonképpen most visszatesztelte a havi szintünket, és ugye egy fontos belső nyakvonalunk is sérült, tehát ha tartósan esetleg vissza tudna zárni a szint fölé, akkor az azt jelenti, hogy a nyakvonal is megmarad, tehát esetleg mehetünk újra felfelé, és akár egy nagyobb
emelet jöhet még. Nyilván rövid távon mindig addig kereskedünk, ahonnan lejött az árfolyam, de itt a két szint közötti távolságot, ha nem lesz túl nagy a hetes gyertyánk, akkor akár lehet ezt majd kereskedni, úgyhogy meg kell várnunk, hogy a héten vissza tudunk-e zárni a szint fölé, és utána keresni majd esetleg rövid távon a belépéseket. Addig viszont bármi megtörtént, akár mélyebb visszateszt is jöhet még, úgyhogy meg kell várnunk, hogy hogy zár a hét. És utolsó CHF párként ausztrál dollár CHF, itt is ugye nagyon szépen megcsinálta ezt a hetes szintünket, innen lefordult az árfolyam, most csinálja a diszkontárat, itt ugye egy fontos trendvonalunk is sérült, tehát most tulajdonképpen ennek a visszatesztje zajlik, visszajöttünk a havi szintre, ugye ezek lesznek mindig az én diszkontáram is, ezt kell türelmesen kivárni, igaz, hogy ez több hét, akár több hónap is lehet, mire ezeket megcsinálja, de a lényeg, hogy itt akkor lehet kereskedni, amikor újra irányba áll az árfolyam, mert ezek a hosszabb távú elmozdulások, nézzük meg, mekkorát ment felfelé, mennyivel kisebb a visszatesz, és mennyivel nagyobb lesz majd az újabb menet felfelé, és itt is ugye a belső nyakvonalunk sérült, tehát ha tartósan nem jövünk be a havi szint alá, akkor itt a szint környékén keresünk majd a heves mozgásokat, a leszúrásokat, a fordulásokat, és az abból való elindulásokat. Tehát egyelőre úgy tűnik, hogy a főbb devizapárakon nem kell egyelőre erőltetnünk a kereskedést, elindultak a folyamatok, a visszatesztek, és most ezeket kell türelmesen kivárni, így át is megyünk a vegyes csártokra, hogy ott történt-e bármilyen izgalmas változás, így a folytatás következik a vegyes csártokon. És már itt is vagyunk az arany hetes csártyán. Itt láthatunk egy nagyon szép kis dupla csúcsot. Ugye volt egy utolsó legmagasabb hetes gyertyán, és a múlt heti híreknek köszönhetően ez a szint sérült lefelé, tehát a következő célár ez a havi szint lett és a trendvonal zónája, de mindenképp kellene ugye egy szép visszahúzódás, és ha tartósan nem tudna a hetes szint fölé zárni, akkor itt a visszahúzódás lenne a diszkontár, és utána jöhetne lefelé az árfolyam, tehát meg kell várni, hogy itt a következő napok hírei esetleg vissza tudják-e húzni az árfolyamot, ha nem, akkor itt már biztos, hogy nem keresnék belépőt, túl kicsi a távolság és túl nagy stoppot kellene használni, úgyhogy rövid távon sem kereskedném, de mindenképp meg kell várni, hogy itt a szintek környékére vissza tud-e jönni az árfolyam, visszatesztelje, tartósan a szint alatt marad, meg lesz a fordulós gyertya kisebb idősíkon, és utána jöhetünk egy ilyen ABCD alakzatban lefelé majd. Én nem nagyon szeretem ezeket a visszateszteket kereskedni, mert trendelen nem szeretek kereskedni, és ugye itt elég kicsi a távolság ahhoz, hogy jó profitra lehessen szerteni, és ezek sokkal kiszámíthatatlanabb, sokkal nehezebben tervezhető kereskedések. Itt is, hogyha megnézzük, akkor egy W alakzat van kialakulóban, tehát ha ez a mélypont esetleg nem sérülne, és itt lenne mondjuk egy fordulós gyertya, még az is benne van a pakliban, és simán megy tovább felfelé újra az árfolyam, de nyilván itt azért fontos hírek jönnek, kamadöntés lesz a héten, meglátjuk ez milyen irányú elmozdulást hoz majd. Tehát az aranyt egyelőre nem bántanám a héten, megyünk tovább az indexekre, DAX-szal kezdünk. Itt szépen arra szolgatva bejöttünk a hetes szint alá, tulajdonképpen ugye az előző csúcsra felérkezett az árfolyam, tehát van egy kis dupla a csúcsú, tehát most egy ilyen oldalazós szakaszban vagyunk, és amíg ezek a szintek nem sérülnek felfelé, addig folytatás nem lesz, és ugye itt a híreknek köszönhetően még jöhet bármi, visszazáratunk egy nagy lendülettel a szint fölé is, meg jöhet további lejtmenet is. Esetleg a kisebb idősíkon, aki szeretné, lehet kereskedni. Itt is azért ugye kellene egy szép visszahúzódás, és az abból való elindulás lefelé. Ezt a kisebb idősíkon esetleg ki lehet várni, de itt ezekben én biztos, hogy nem kereskednék most. Nézzük meg, mennyi kanoncos gyertyát gyártott. Ezek nagyon nehezen tervezhetőek, és itt rengeteg csapkodás lesz előtte, mielőtt kiderül, hogy merre fog menni az árfolyam. Ugye napon belül kereskedése általában az indexek, és ezen belül is a DAX egy nagyon jó választás lehet, viszont itt is, hogyha felérkezik az árfolyam fontos szintre, akkor itt is eltelhetnek úgy hetek, hogy nem is lesz igazán még a kisebb idősíkon sem jó belépés, mert nézzük meg, nem megy sem erre az árfolyam. Tehát ettől függetlenül, hogy valaki daytradeni akar, és mondjuk csak az indexekre áll rá, itt nem lesznek mindig jó kereskedések, ha felérkezünk egy fontos szintre, akkor bizony itt is jöhet oldalazás, csapkodás, mielőtt esetleg lesz még a kisebb idősíkon is egy-két jó belépő. Tehát itt egyelőre nem látok lehetőséget a kereskedésre, megyünk tovább, Nasdaq. Itt ugye a múlt heti gyertya szépen a szint fölé tudott zárni, ugye az előző hetes szint fölé, és tulajdonképpen egy újabb, legmagasabb hetes szintet alakított ki, és nagy valószínűséggel a héten akár ez is egy újabb, legmagasabb pontra, mert még ha csak egy kanocol meg is szúrja, attól függően, hogy a kamatdöntés milyen elmozdulásokat hoz majd, tehát egyelőre így sem kereskednék most. Esetleg még azt meg lehet csinálni, hogy ide ráhozunk egy Fibonacci-t, megnézzük, hogy a 127 az hol van, és tulajdonképpen már nem sok kell, hogy felérkezzen ide az árfolyam, tehát itt már belépőt nem keresnék, innen a 127-es szintről akár újra lefordulhat az árfolyam, tehát itt már nincs értelme belépni, aki itt a szintöréseknél nem lépett be, annak már nem javaslom itt kereskedni.
akkor nézzük, mi a helyzet az S&P 500-nál, ott szinte ugyanaz a technikai kép, mint a Nasdaq-nál. Itt is ugye a múlt heti gyertya újabb legmagasabb pontra ment, de nincs szignifikáns törés ugye az előző szintnek, tehát mindenképp kellene egy nagyobb elmozdulás, utána egy visszatesz, és az abból való elindulás lehet egy jó kereskedés, mert itt nagyon lehéz kiszámítani, hogy meddig ment fel az árfolyam, és itt még jöhet simán egy csapkodás, akár a híreknek köszönhetően. Így az indexek is egyelőre felejtősek, megyünk tovább a GBP-ut, GBP-NZD, EURAUD, EURNZD párokra. Ott is azért a múlt hét végén voltak elég érdekes mozgások, GBP-AUD-dal kezdünk. Itt ugye be is tudtam lépni a múlt héten, itt volt ugye nagyon szépen egy csapkodás, és aztán tulajdonképpen a hét utolsó napján el is indult az árfolyam. Már egy ideje benne voltam, vártam, hogy esetleg mi fog történni, ide beraktam a stoppomat a havi szint alá, és hogy esetleg rossz irány lett volna, akkor egy kis szűk stoppal kistoppolottam volna, de hál' Istennek jó irányba mozdult el az árfolyam, de egészen a pénteki napig tulajdonképpen nem nagyon történt semmi, és az utolsó nap a híreknek köszönhetően belendült az árfolyam. Tehát ugye lassan felérkezünk ennek a lejövetelnek az első lábához, tehát itt még semmi nem dőlt el, még simán jöhet egy újabb visszateszt, ugyanoda visszajött az árfolyam, ahol én most beléptem, és utána esetleg később megcsinálhatja ezt a hetes szintünket, de az is benne van a pakliban, hogy megy tovább felfelé, és először megcsinálja ezt a hetes szintet, és utána fog csak lefordulni majd az árfolyam, visszatesztelve ugye ezt az áttört trendvonalunkat, de meg kell várni mindenképp a folyamatot. Itt most egyelőre megvárom, hogy meddig megy el az árfolyam, és esetleg meg tudja csinálni ezt a hetes szintet, addig ezzel a párral nincs teendőm. Itt már túl magasan van ahhoz az árfolyam, hogy be tudjunk lépni, aki itt a szintek környékén nem lépett be, annak meg kell várni a következő nagyobb visszatesztet. Ilyenkor már nem érdemes futni a piac után, mert nem lesz jó stop helyszín, ide kéne lerakni a stopot, mert bármikor egy nagy heves mozgással, egy leszúrással simán kiszedi a kisebb stopokat. Tehát az ilyen párok, nem mint a GBP-UD, GBP-NZD, EURAUD, EURNZD párok, ezeknél nem lehet szűk stopot használni, itt minimum 150-200 pipes stopot kell használni, és mindig a fordulásoknál érdemes belépni. Itt a visszatesztek után megvoltak a jelzések, tehát a kisebb idősíkon itt volt egy mélypont, tehát tulajdonképpen így érdemes kereskedni, és hogyha valaki lemaradt, akkor viszont türelmesen megvárjuk a következő lehetőséget. Jó, megyünk tovább. Következő párunk a GBP-NZD. Itt is ugye múlt héten megtörtént az a bizonyos leszúrás. Ugye erről beszéltem a múlt héten is, hogy várni itt egy heves mozgást, egy leszúrást itt a szintek környékén, és amíg ezek a mozgások nem jönnek meg, addig nem lesz fordulás. Ezek jelzik, ezek a kanócos gyertyák jelzik a fordulásokat. Nézzük meg, itt is felszúrt az árfolyam, és utána le is jött az árfolyam, visszatesztelte a havi szintünket. Itt is ugye oldalazott több hétig, és utána megjött a hír, megjött a heves mozgás, visszarántották, és ezekből lesznek később majd a jó kereskedés. Itt most ugye majd érdemes lesz figyelni, mert a kis visszateszt után esetleg jöhet egy újabb belépő lehetőség, tehát ez egy jó lehetőség lehet, hogyha megnézzük majd a kisebb idősíkon, megjelöljük, és megnézzük, hogy esetleg ebből lesz egy jó belépés, mert hogyha ez itt megvan, akkor tulajdonképpen itt is egy elindulás jöhet majd. Arra viszont figyelni kell, hogy ennek a lejövetelnek az 61-70 határa feljöhet az árfolyam, ugye ez lett az első lába, jöhet egy kis visszatesz, és az abból való elindulás lesz majd a nagyobb menet felfelé. Tehát első körben mindenképp csak rövid távon gondolkozunk, megvárjuk a második lábat, nem tudom, hogy lesz-e második láb, de általában azért szokott lenni, és utána a nagyobb menetekre koncentrálunk majd, úgyhogy ezt majd a kisebb időségben megvizsgáljuk, tehát ez az első olyan lehetőség, ahol látok esetleg fantáziát majd a kereskedésre. Jó, nézzük, mi helyzet az eurpárok esetében, EURAUD-dal kezdünk. Itt ugye múlt héten szintén nagyon szépen a havi szint fölé zárt az árfolyam, ugye itt volt a zárásunk, és nézzük meg, hol volt a nyitásunk, tehát itt is egy komoly geppel nyitott a hétvégi választásoknak köszönhetően, de ez nem jelenti azt, hogy esetleg a következő időszakban nem zárhat újra a szint fölé, tehát volt egy kis csapkodás itt, ezt is megjelöljük, mert hogyha újra a szint fölé tudna zárni, akkor ez még egy jó belépés lehetne, tehát itt ugye még akkor nem maradnánk le, és akkor a szint alá akár be tudnánk rakni majd a stopot is, hogyha esetleg újra a következő napokban jön egy szép kis napos momentum gyertya, ami újra a szint fölé tudna zárni, tehát erre a pár is érdemes figyelni, mert fontos szintnél járunk. Tehát itt a vegyes csártokon már is találtunk két kialakulóban lévő lehetőséget, és akkor nézzük, mi helyzet az EURNZD-nél. Itt is ugye nagyon szépen a múlt heti hetes gyertya, ugye itt is erről beszéltem, hogy kellenek ezek a kanócos gyertyák, a leszúrások, és nézzük meg, gyönyörűen meg is csinálta. Tehát én mindig megvárom ezeket a gyertyákat, mert tudom, hogy ez fog történni az ilyen szintek környékén, fontos hetes és havi szintnél vagyunk, ilyenkor meg kell várni ezeket a heves mozgásokat, addig teljesen fölösleges a kisebb idősíkra menni. Itt fogunk becsapódni tulajdonképpen, hogy azt gondoljuk, hogy megyünk felfelé, és utána jön egy nagy hír, leszúr, kiszedi a stoppokat, és utána nélkülünk megy tovább az árfolyam. Itt most még egyelőre gyengélkedik ugye a hétvégi parlamenti választásoknak köszönhetően az árfolyam, de hogyha esetleg itt is újra el tud indulni felfelé, és
ez a hetes szintünk nem sérül, akkor előbb-utóbb ebből is lehet egy belépő. Itt is ugye kellene még a BCD alakzatba feljönni, ide a belső nyakvonalig, ennek a lejövetelne a 61-70 hatáig, és utána a második lábóval elindulás lesz majd a nagyobb menet. Tehát rövid távon majd ezt is érdemes figyelni. Egyelőre most itt biztos, hogy nem keresném a belépőt. Ugye itt is van most egy utolsó, legmélyebb gyertyánk, tehát ennek a szintjét, ha behúznánk, ez nagyjából majdnem egybe is esik a havi szinttel, tehát igazából most így külön ezt nincs értelme behúzni. Amíg ez a hetes szintünk nem sérül felfelé, addig nincs miről beszélni. Ugye itt két lehetőség lesz, ha tegyük fel most valami olyan hír jönne, akkor a szint fölé zárna, akkor az első gyertya, tehát az utolsó lejövetel utáni első gyertya szint fölé zár, akkor nagy lendülettel megyünk tovább felfelé. Ha esetleg itt jön egy kis csapkodás, de nem tudunk a szint fölé zárni, de mégis lesz mondjuk egy kis zöld fordulós gyertya, akkor pedig akár jöhet több hét oldalazás, mielőtt esetleg el tud indulni az árfolyam. Ugye arra számítani kell, hogy most a héten jön ausztrál párokon fontos munkanélküliségi adat, meglátjuk, hogy ez milyen irányú befolyásoltságot hoz majd ezeken a párokon. Tehát ezekre a párokra itt a következő időszakban érdemes lesz figyelni. Megyünk tovább, AUD NZD. Itt is ugye arról beszéltem a múlt héten, hogy meg kell várnunk, hogy befejeződjön ez a visszateszt. Itt egyelőre úgy tűnik, hogy csak leszúrtunk a havi szint alá, de újra visszazárhat az árfolyam, és ebből is egy nagyon szép ugye ABCD alakzatban mehetünk tovább felfelé, de itt is ugye még ennek a szakasznak meg kell csinálni az első lábát, második, és az abban való elindulás lesz a nagyobb menet, de rövid távon lehet, hogy majd lehet kereskedni, viszont mindenképp kellene egy lezárt zöld fordulós gyertya a szint felett, tehát addig ezt a párt biztos, hogy nem bántanám. Tehát úgy tűnik, hogy ezeken a párokon lehetnek majd a közeljövőben jó belépése, megyünk tovább, mégpedig a kat párokkal, USA dollár, kanadai dollár, itt is egy nagyon szép hetes gyertyában a szint fölé tudott zárni az árfolyam, tehát nem esett el ez a mélypontunk, itt szórakozott 3 hétig az árfolyam, és tulajdonképpen ezeket kell megvárni, ezeket a folyamatokat, amikor ekkora lendülettel elindul az árfolyam. Most itt várnék, mivel nagy gyertyáról beszélünk, ugye mindig arról beszélek, hogy amikor ekkora gyertyát gyárt az árfolyam, akkor a legritkább esetben szokott mindjárt tovább menni újra nagy gyertyában, nyilván benne van a pakliban, akár a híreknek köszönhetően a héten, de mindenképp kellene ugye egy visszateszt, ha nem lesz visszateszt, akkor pedig meg kell várni, hogy megcsinálja ezt az előző csúcsot. Lehet, hogy majd csak utána fordul le az árfolyam, de a lényeg, hogy mindig kellenek a visszatesztek, tehát egy áttört szintről beszélünk, hogy a visszateszt mikor történik, meg később, és utána jön a visszateszt, vagy pedig előbb lesz visszateszt, és utána megy fel az árfolyam. Ez mindig ki fog derülni idővel, de amíg nincs visszateszt, addig nem lépünk be. Ebben a nagy gyertyában jöhet itt oldalazás, csapkodás, mielőtt esetleg újra el tud indulni. Mivel itt egy nagyon szép momentum gyertyáról beszélünk, ugye, és én mindig ezeket a szituációkat keresem, az ilyen szép szintöréseket, tehát ezeket meg kell jelölni, és az egyértelmű tiszta jelzéseket keresem, én mindig ezeket a fordulásokat keresem itt a csártokon, és ahol megvannak ezek a momentumok, ott érdemes utána figyelni, nem biztos, hogy az adott héten el fog indulni a pár, de az azt jelzi, hogy előbb-utóbb elindulhat, és hogyha időben be tudunk lépni, akkor itt még egy nagyobb menet vár majd ránk. Egyelőre úgy tűnik, hogy a vegyes csártokra lesz érdemes jobban koncentrálni, és a főbb devizapárok egyelőre nem nagyon kell foglalkozni, de megyünk tovább, GBP kada következő. Itt még továbbra is fut a pozíció, mivel elég nagy távolságra van a belépésemtől az árfolyam, és ugye itt egy fontos 2 évvel ezelőtti legmagasabb pont sérül, egy elég nagy gyertyában, a múlt heti gyertyában. Itt is várnék majd egy visszatesztet, és az abból való elindulás mehet tovább felfelé, tehát aki esetleg itt nem lépett be, annak mindenképp érdemes megvárni előbb a diszkontárat, és csak utána keresni majd a belépéseket. Tehát egyelőre ezzel a pozícióval nincs dolgom, még itt van hely bőven felfelé, úgyhogy hagyjuk tovább futni. A következő párunk Euro-CAD, itt egyelőre beszorult a zárfolyam, ennek az utolsó legmagasabb gyertyaszint és a hetes szint közé, a korábbi hetes szint közé, és egyelőre nem tudott elindulni. Itt ugye korábban volt egy belépőm, de viszont nem nagy távolságra tudott elmenni a zárfolyam, ezért itt ki is léptem, és megvárok én is majd itt egy komolyabb belépés vagy egy visszatesztet, és utána keresnék esetleg csak belépéseket. Így nem sok értelme van ezzel a párra foglalkozni. Ha megnézzük az NZD kadot, itt ugye arról beszéltem a múlt héten, hogy jött egy fals kitörés, ugye itt is ugye egy fontos szintre érkezett az árfolyam, nézzük csak meg, még egyelőre testtel nem tudta átvinni, ez nem jelenti azt, hogy nem mehet tovább az árfolyam, de hogyha esetleg ezt az előző szintet nem tudja átvinni, akkor egy inside baron belül maradunk, tehát itt azért fontos csúcsoknál vagyunk, úgyhogy itt nagy elmozdulást egyelőre már nem várnék, meg kell várni a csapkodást, itt is ugye kellene egy visszateszt ahhoz, hogy legyen egy jó belépés, úgyhogy itt is türelmesen várunk, és megnézzük, hogy hol akad el az árfolyam. És utolsókat párként ausztrál dollár, kanadai dollár. Itt is ugye hasonló helyzet, felérkeztünk egy előző csúcsra, és nézzük meg is torpant az árfolyam, viszont a múlt heti gyertyában nagyon szépen fel is szúrt, én mindig ezeket a kanocos gyertyákat keresem, és ezek jelezhetik esetleg, hogy jöhet egy megpihenés, vagy akár egy visszateszt. Nyilván meg kell várnunk, hogy ugye ennek a legmagasabb gyertyának a mély pontja sérüljön, addig itt nem lesz visszateszt, tehát itt most még jöhet egy kis csapkodás, egy kis oldalazás, inside baron belül
belül vagyunk, elérkeztünk egy fontos szintre. Nyilván ez nem jelenti azt, hogy esetleg ezt nem tudja átvinni a következő szintet, hogy itt a héten kijövő ausztrál dollár munkanélküliségi adatok el fogják dönteni, hogy beszakad-e az árfolyam, vagy esetleg csinál egy újabb, legmagasabb pontot. Ha nem csinál, akkor maradunk inside báron belül, tehát fontos szintnél vagyunk, és itt sem keresném már a belépéseket. És utolsó párként itt a vegyes csártokon, EUR-GBP. Itt ugye egyértelműen látszik a hétvégi parlamenti választásoknak az eredménye, nagy géppel nyitott az árfolyam, tehát sérült az előző éves szintünk. A nagy kérdés csak az, hogy visszatudunk-e zárni az előző év sávjába, vagy pedig egy visszateszt után további lejtmenetre számíthatunk. Ha kicsit összép húzom a csártot, akkor láthatjuk, hogy van hová lefelé jönni az árfolyamnak. Itt akár egy Fibonacci-t rá lehet húzni erre az utolsó nagy felmenetre, és megnézzük, hogy tulajdonképpen hol tart az árfolyam. Jól láthatóan a 76-os Fibonacci-nál van az árfolyamunk, tehát itt akár jöhet egy kis csapkodás, és lehet, hogy esetleg megtorpan majd az árfolyam, és jöhet egy kis visszateszt. Nyilván addig, amíg az idei év legmélyebb pontját, az előző mélypontját nem tudja átvinni felfelé tartósan, addig ugye nem lesz elindulás, a trendvonalunk nem sérült. Itt most egy dupla hajszerűséget látunk, és hogyha egy heves mozgással visszazárna az árfolyam, akkor tulajdonképpen mehetünk újra majd felfelé, de mindenképp meg kell várnunk itt az egyértelmű jelzéseket. Itt most ezen a páron egy jó darabig szerintem nem kell már kereskednünk. Ezzel itt a vegyes csártokkal is megvagyunk, és mivel a főbb devizapárokon nem tudtunk lehetőséget beazonosítani, ezért maradunk itt a vegyes csártokon, csak átmegyünk a napos csártokra, és megvizsgáljuk a lehetőségeinket, így a folytatás következik a GBP AUD napos csártyán. És már itt is vagyunk a napos csárton. Ugye múlt héten itt vásároltam be, én bíztam abban, hogy ez előbb-utóbb elindul felfelé a zárfolyam. Havi szint felett voltunk tartósan, nem jöttünk a szint alá, úgyhogy már csak idő kérdése volt, hogy mikor indul el a zárfolyam. És ugye a pénteki napon tudott belendülni. Most esetleg, hogyha még jönne egy picit vissza, akkor még látnék esélyt a belépésre. Viszont itt már nem biztos, hogy keresném a belépőt, tehát hogy ennél mélyebbre nem jön vissza a zárfolyam, akkor megvárnám, hogy elakadjon valahol, és a következő visszatesztet várnám meg. Így egyelőre ezen a páron most már nem kereskednék. Mivel a héten csak csütörtökön hajnalban jön az ausztrál munkanélküliségi adat, meg kell várni, hogy mi fog történni a következő napokban, és ha esetleg lesz egy mélyebb visszateszt, akkor még van esély esetleg egy újabb belépőre, viszont a következő napokban esetleg újra elindul felfelé, akkor nem biztos, hogy ezt a párt már bántanám. Az, hogy ebből legyen egy jó belépő, ahhoz mindenképp kellene ugye egy zöld fordulós gyertya a szint felett, mivel az előző hónap legmagasabb pontjánál akadt el az árfolyam. Tehát mindenképp kell egy olyan nap, amikor már zölden szépen a szint fölé tud zárni, akkor esetleg kis kockázattal meg lehet még próbálkozni, de mindenképp meg kell várni a jelzéseket, hogy irányba álljon az árfolyam, és szint fölött tudjon tartósan maradni, és mivel ugye csütörtökön hajnalban jönnek hírek, nem tudni, hogy esetleg lesz-e mélyebb visszatesztem miatt, vagy pedig esetleg nagy lendülettel elindul felfelé az árfolyam. Ez megint egy kockázatos dolog lesz, de mindenképp meg kell várni itt a jelzéseket a napos csárton. A következő már megjelölt párunk az nem más, mint a GBP NZD. Itt is ugye egy nagy momentum gyertyában végződött a múlt hét, és most csorog vissza az árfolyam, tehát itt is ugye kellene egy kis belső nyakvonal, egy jó kis mélyebb visszateszt, ide át tudnám mozgatni majd a trendvonalat, és hogyha nem sérül lefelé már a havi szintünk, akkor előbb-utóbb itt is lesz majd egy kitörés. Itt is még egy pár napba szerintem bele fog telni, mire ezt megcsinálja, és meg lesznek a fordulások és a további folytatás. Az sem biztos, hogy a héten fog elindulni az árfolyam, de minden esetre érdemes figyelemmel kísérni, mert azért ezek jelzés értékű gyertyák. Nézzük, mi a helyzet az EURAUD esetében. Itt egyelőre nem tudott ugye havi szint felett maradni az árfolyam, a mai napi gyertyában szépen beszakad, meg kell várni, hogy a következő napokban esetleg ez a mélypont sérül-e vagy nem. Ha nem sérül, akkor itt is előbb-utóbb meg fog jelenni majd egy kis zöld fordulós gyertya, és itt kell majd figyelni, mert utána esetleg, ha meg lesz ez a kis zöld fordulós gyertya, akkor egy szűkebb stoppal itt esetleg meg lehet próbálni, és már itt a szintek alatt egy kis kockázattal belépni, mert utána ilyenkor nagy lendülettel meg szokott lendülni az árfolyam, mint ahogy itt is megtette, utána már ilyenkor sokkal nehezebb itt a szintek fölött belépni. Ilyenkor mindig szeretek egy kicsit kockáztatni, és kis stoppal és szűk stoppal megpróbálni esetleg, hogy igazam lesz-e, mert utána, hogyha nagy lendülettel elmegy az árfolyam, utána akkor már ugye kényelmesen benne tudok maradni a pozícióban, és nagy valószínűséggel akkor már még egyszer ide nem fog visszajönni az árfolyam. Az EURNZD-t egyelőre nem bántanám, ott is sortos még a történet, ott is kellene egy lezárt heves fordulós gyertya, és utána lehetne esetleg gondolkozni majd felfelé. A következő párunk, amit még megjelöltem, az utolsó, az pedig nem más, mint az USA dollár, kanadai dollár. Itt egyelőre úgy tűnik, hogy szépen megy felfelé az árfolyam, meg kell várni, hogy hol lesz az az elakadási pont, hogy megcsinálja egybe a két hónappal ezelőtti legmagasabb pontot, vagy pedig esetleg itt az előző hónap szintjénél csinál egy kis felszúrást, és utána szépen elindul egy visszateszt, visszateszteli
az áttört nyakvonalat, előbb-utóbb kell, hogy legyen korrekció. Nagy valószínűséggel ez nem biztos, hogy a héten lesz meg, ugye attól is függ, hogy a héten milyen hírek jönnek, ugye Amerikából kamatdöntés is lesz, tehát ez belendítheti az árfolyamot felfelé is, de akár visszahozhatja egy ilyen visszatesztre. Meg kell várnunk, amíg nem lesz visszateszt, addig itt biztos, hogy nem keresnénk már belépőt, viszont előbb-utóbb valahol el fog akadni az árfolyam, és abból lesz majd egy visszateszt, és az abból való elindulás, abból még egy nagyobb menet jöhet, tehát érdemes kívánni türelmesen ezt a folyamatot is. Hát a jelenlegi állás szerint ennyi lehetőséget tudtam beazonosítani, de meg kell várnunk, hogy a héten kijövő hírek, a dollár, a GBP és az ausztrál dollár hírek milyen elmozdulásokat hoznak, és ugye a nap végén az a feladatunk, hogy egy fél órában odaüljünk a gép elé, és átlapozzuk az összes csártot a napos csártokon, és megnézzük, hogy ezek közül a párok közül melyikben van fantázia, vagy esetleg lesz-e új lehetőség kialakulóban. Így ennyi lett volna a vegyes csártok. A kriptovalutákra nem megyek át, mert előzetesen átnéztem, és igazából nincs forgalom, nem történik nagyon semmi, tehát így most nincs értelme a kriptovalutákra átmenni. Mielőtt zárnám a soraimat, szeretném megköszönni ezt a rengeteg pozitív visszajelzést, amit a pénteki videómmal kapcsolatban kaptam. Örülök, hogy ennyi embernek tetszett ez a kicsit vlogosabb típusú videózás, és a tartalom is ugye nagyon fontos volt, fontos témákról beszéltünk, és mivel sokan érdeklődtek azzal kapcsolatban, hogy hogyan váltam kereskedővé, mi a történet mögötte, ezért hamarosan ezzel a témával is fogok jelentkezni, és igyekszem több ilyen videót készíteni az idén. Hát ezzel nagyjából fel is készültünk a hétre, remélem, hogy azért lesz egy-két lehetőség a kereskedésre, mindenképp érdemes lesz este átnézni a csártokat, és a híreknek köszönhetően remélhetőleg nem maradunk kereskedés nélkül a héten sem, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, hamarosan találkozunk egy következő videóban, addig is jó kereskedést a hétre mindenkinek, sziasztok!